Tisztelettel köszöntöm a Dunaharaszti nézőket. A Dunaharaszti önkormányzata ismét ingyenes prostataszűrést végez az ősz folyamán. Az elmúlt évekhez hasonlóan dr. Török Péter főorvosú fogja elvégezni a szűréseket szeptember hónapban. Ez 13-án, 20-án és 27-én, tehát keddenként az ő szokásos rendelés idejében, keddenként 5 órától zajlik ez a szűrés a felújított rendelő emeletén. Tehát lift van, mindenki följut, eljut a szűrés helyére. A rendelő mellett sorszámok lesznek kirakva, az alapján fogják hívni a betegeket, tehát mindenki be fog jutni, ha elfogynak a sorszámok a főorvosra, akkor is meg fogja őket nézni, tehát lehet bátran elmenni erre a szűrésre. Milyen betegségekre hívhatja fel a figyelmet egy ilyen szűrővizsgálat? A prostata szűrés az elsősorban a férfiaknál a dülmirigy vizsgálatából áll. Ezt a prostatának a nagyságából, a prostatának a tapintásnál érzett keménységből bizonyos betegségekre lehet rájönni. Azt tudunk kell, hogy a férfiaknál is a hormonális csökkenés kiváltja a prostatának a megnagyobbodását, ez egy természetes élettani folyamat, de egy időn túl már vizelési problémákat okozhat, elcsöpög, marad még egy kicsi a hólyagban, tehát többször el kell menni vécére, nem tudja több órán keresztül tartani, többször kell föl éjszaka, tehát ez megrontja az életminőséget is. A szűrővizsgálatnál nem csak a prostatarákra jöhet rá a főorvosul vagy a vizsgáló, hanem egyéb prostatabetegségekre, gyulladásra például, hogyha nagyon érzékeny. Ez a prostata vizsgálat ez most itt a rendelőben két dologból áll. Egy fizikális vizsgálatból, ahol ujjal a végbélen keresztül körbe tapintja a prostatát a főorvosul, és ott a göbösödésből, a keménységből tud következtetni a prostata állapotára. A másik pedig, hogy vérvételből megnézik a prostatarák specifikus antigén, a PSA szintjét, és ebből is lehet következtetni arra, hogy valami probléma van. Most ezek hozzávetőleges vizsgálatok, hogyha valamit észlel a főorvosul, akkor beszokta hívni a kórházba egy hasi ultrahangvizsgálatra, ahol vagy esetleg még egy ilyen uroflowméter vizsgálatra, ahol a vizelés erősségét vizsgálják, ahol még további információkat nyerhetünk a prostatáról. Ugye a prostata akkor is, tehát a gyulladásnál is hasonló tüneteket mutat, mint a prostataráknál. 45 év fölötti férfiaknál mindenképpen érdemes egy évben egyszer elmenni a prostata vizsgálatára, a prostata szűrésre. Egyébként pedig hát a megelőzésben fontos a fűszeres ételek rendszeres fogyasztásának a kerülése, a tömény alkoholok fogyasztásának a kerülése. Ezek mind vérbőséget csinálnak, ezáltal megduzzad a prostata, és ilyen vizelési panaszok jönnek létre. Egyébként pedig a rendszeres nemi élet az segít, kitolja a prostata betegségeket. A szűrésen a Dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező férfiakat tudja fogadni a főorvos úr. Ezt javasoljuk 45 év fölött mindenkinek egy évben egyszer elvégezni. Egy 5 másodperces vizsgálatról van szó, és egyáltalán nem, hát egy picit fájdalmas, de nem olyan, hogy kibírhatatlan. Eddig még mindenki túlélte.